Az Ákenszéki Kisújság címoldalán polgármesterünk Matuszka Antal rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a települést érintő fontosabb eseményekről. Mivel júliusban és augusztusban nem jelenik meg a helyi újság, így ezt az időszakot igyekszünk áthidalni egy rövid beszélgetéssel, melynek során polgármester úr válaszol kérdéseinkre, és ezáltal körvonalazódnak az aktualitások. Polgármester úr, milyen célok vezérelték akkor, amikor egy független tanácsadó testület létrehozásának gondolata először megfogalmazódott önben? Hát azt gondolom, egy polgármesternek vagy képviselő testületnek az ötletei azok akkor igazán jó ötletek, hogyha minél szélesebb rétegből tevődnek össze. A választások idején ígéretet tettünk arra, hogy létrehozunk egy ilyen testületet. Hát ez most látszik megvalósíthatónak. Igazából a polgármester és rajta keresztül természetesen a képviselő testület munkáját is fogják ők majd segíteni. Hivatalosan mikor kezdte meg működését a tanácsadó testület? Július 20-án alakult meg a tanácsadó testület, amikor elfogadta a szabályzatát. Hát tulajdonképpen úgy működik, mint bármelyik más szervet, és azt gondolom, hogy a benne részvevők nagyon komolyan veszik a munkájukat. A szabályzatot elfogadták, nyilatkozatot tettek a titoktartásról és minden egyébről, ami ehhez a feladathoz szükséges. Hány főből áll a testület, és milyen szempontok szerint választotta ki a tagokat? A testület 9 főből áll, a páratlanság gondolom a szavazatok miatt alakulhatott ki. Azt tudni kell a testületről, hogy nem egy árnyék képviselő testületről van szó, hiszen a képviselő testület munkáját azt gondolom, hogy senki nem tudja helyettesíteni, és nem is vállalhat fel olyan feladatokat, amelyek a képviselő testületnek a dolga egyébként. De a kis létszámú képviselő testület miatt úgy gondoltam, hogy szükség van egy szélesebb körből összevont társaságnak, akik tanácsaikkal, ötleteikkel segíthetik a munkámat, illetve a főbb önkormányzati stratégiák vonatkozásában pedig hát véleményt mondhatnak, amely ugyan nem kötelező a polgármester számára, de mindenféleképpen mérlegelni kell az ott elhangzottakat, és a képviselőtestület ülésen azt gondolom, hogy ezen információk, tanácsok birtokában biztosabban lehet a képviselőtestületnek is a döntéseit meghozni. Vannak ezen kívül még konkrét elképzelései, hogy miben tudja megkönnyíteni majd a polgármester munkáját egy ilyen tanácsadó testület a jövőben? Azt gondolom, hogy az adott feladatok azok viszonylag hirtelen alakulhatnak ki. Egyfajta stratégia ugyan van, hiszen minden kérdésben mégsem foglal állást ez a tanácsadó testület. Nagyjából az önkormányzat egyébként is érintő főbb gazdasági, stratégiai, mondjuk úgy falupolitikai döntések előkészítésében segít majd. Egyébként pedig az önkormányzatnál felmerülő apróbb dolgokat is véleményezi, vagy esetleg beszél róla, azt gondolom az is elegendő, hiszen ezek az emberek, akik ebben a testületben helyet kaptak, olyan emberek, akik a település fejlődését nagyon fontosnak tartják, és tenni is akarnak ezért ezt a munkát természetesen önkéntesen vállalták az én felkérésemre, és bízom benne, hogy hasznos lesz mind a település, mind a képviselőtestület érdekében ez a tevékenység. A jövőben várhatóan megoldódik a bölcsödéskorú gyermekek elhelyezése Zákányszéken. Mit tudhatunk erről többet? Azt gondolom, hogy a településnek régi vágya válik valóra, hogyha ez sikerül, már pedig nagyon azon az úton haladunk vele. Több évvel ezelőtt is foglalkozott már a képviselőtestület egy bölcsőde létrehozásával, vagy családi napközi otthonos óvoda létrehozásával, és úgy tűnik, hogy most az igény egyre inkább erősödött erre, és a lehetőségeink is talán egy picit adottak, hiszen csökkent az óvodai gyermekek létszáma, szabad kapacitás keletkezett a helyiségek vonatkozásában, és felmérés készült, az óvodák módszertani intézetétől jöttek ki megnézni magát a helyet, az ANTS is körbenézte, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ennek függvényében viszonylag szerény ráfordítással kialakítható egy bölcsődei csoport szoba, amely igényel vizesblokk átalakításokat, egy pár apró dolgot, amelyek ugye a pici gyerekek miatt fontosak. Étkezés vonatkozásában is más jellegű ételeket kell, hogy biztosítsunk az óvodásoknak. Ezzel valószínűleg megoldódik a fél éves és 3 éves kor közötti gyerekek elhelyezése a településen. Reméljük, hogy a 12 fős csoport azért betelik, hiszen a gyermekek esetében, a bölcsődések esetében ezt másképp számolják, hiszen az ott töltött napok számítanak a normatíva vonatkozásában, és valószínűleg, hogy 100%-os
kitöltöttség azért nem lesz a bölcsödében, de reméljük, hogy megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a kisgyerekeknek, és ezzel tudunk segíteni azoknak a családoknak, ahol az anyukának is el kell menni dolgozni, hiszen elsősorban erről van szó. A családi költségvetésből hiányzik még egy fizetés. A pici már akkora, hogy igazából felügyelettel ugyan, de máshol is tudnak rá vigyázni. A bölcsőde ez nem annyira oktatónevelő intézmény, hanem egy speciális más intézményről van szó, amely az óvoda épületében, tulajdonképpen az óvoda mellett működik, külön vezetővel, dajkával és gondozókkal, akik foglalkoznak a picikkel, hiszen velük azért a nagyobb törődés szükséges, mint az óvodás korúakkal. És innen aztán már egyenes út megy tovább, gondolom, az óvodába, és aztán majd az iskolába. Azt gondolta a képviselőtestület, hogy ha valaki most elviszi a gyermekét szomszéd településre, vagy esetleg Szegedre, bölcsödébe, akkor nagy valószínűséggel óvodába is oda fogja járatni, és hát félünk attól, hogy esetleg iskolába is, és ez a település számára nem biztos, hogy kedvező. Szeretnénk kitartani a fiatalokat, a gyerekeket, a szülőket, és ezért bár testület nincs túl jó anyagi helyzetben, vagy a település inkább így mondanám, mégis be kell, hogy vállaljon egy ilyen nem kötelező tevékenységet a település élhetőbbé tétele érdekében. Augusztus 13-án, immár 17. alkalommal kerül megrendezésre az Ákányszéki falunap. Történik-e valamilyen változás az elmúlt évek hagyományaihoz képest? Hát tulajdonképpen visszatérünk a hagyományainkban az egynapos faunapra, ez már változás az előzőhöz képest, és hát figyelve a környező települések faunapjait, vagy az országos ilyen jellegű rendezvényeket, mindenhol egy picit a visszafogottság tapasztalható, hát nálunk sincs ez másképp természetesen. Azt gondolom, hogy alapjaiban és a fő programunkban jelentős változás nincsen, picit mindig igyekszünk színesíteni, és mindig többet bemutatni a településről. A délelőtt szentmisével kezdődik, ünnepi testületüléssel, kitüntetések átadásával, kiállítás megnyitásával. Örömmel mondhatom, hogy egy tanyamúzeumot is megnyithatunk az idén. Nagyon szép gyűjtemény található benne. Gasztronómiai érdekességet szeretnénk bemutatni, főzőversenyt rendezünk este. Ennek egyik célja az is, hogy minél több embert hozzon a rendezvényre, és baráti társaságok jót beszélgethessenek. Veteránautó bemutató is lesz a falunapon. És hát szerintem mindenkit vonzó fogadhajtás, amely igaz, hogy teljesen amatőr szinten, de nagy lelkesedéssel folynak az előkészületek, és mindig nagy sikere volt valamennyi falunapon, és a környező települések falunapján is a fogatok, a lovak vonzák a közönséget, fiatalt, időst egyaránt, és ehhez kapcsolódóan pedig a fogattal, kocsival, lóval kapcsolatosan szintén egy elég nagy kiállítás készül a rendezvény központjában. Idén kik lesznek a falunap szervezői, rendezői? Idén először nem csak az önkormányzat szervezésében készül a falunap, hiszen a közelmúltban alakult egy civil szerveződés, az 1600 Természetvédelmi és Turisztika Egyesület, akik nagy lelkesedéssel vállalták a falunap szervezését. Ők tárgyaltak szponzorokkal, szedtek támogatókat, pályázati forrásból próbáltak forrást hozni a falunapra, és úgy tűnik, hogy ez működik is. Így az önkormányzatnak viszonylag nem kerül túl sokba ez a falunapi rendezvény. A képviselőtestület is természetesen azért utasította a polgármestert arra, hogy lehetőségehez képest mindent visszafogottan ezen a falunapon, sajnos elmarad a tűzijáték. Hát egyik, a nézők egy részének ez fájdalmas, a másik része örül ennek, nehéz eldönteni, hogy a falunapon melyek azok a dolgok, amelyek mindenki számára szimpatikusak. Ugyanez jellemző lehet a fellépőkre is, hiszen próbálunk ugyan minden korosztályt megcélozni, de ezt nem mindig sikerül. A kemence és a gasztronómia rész minden bizonnyal sokakat vonz. A Zákencék őszi barasztermelő vidéknek is, településnek is mondható. Barackos sütiket szeretnénk bemutatni, vállalkozót is találtunk erre, aki szakástudományát bemutatva majd hasznos tanácsokkal látja az érdeklődőket. Nem tudom, mennyire publikus, talán annyi elmondható, hogy szaporodni fog Zákányszék díszpolgárainak a száma, hiszen az utóbbi években nem került kiosztásra a díszpolgári cím. Idén, ha minden igaz, akkor lesz ismét díszpolgárunk. Igen, idén több kitüntetést, elismerést is tud a képviselőtestület átadni. Idén lesz díszpolgár, lesz Zákányszékért díjjal kitüntetett, és oklevet is tudunk átnyújtani azon embereknek, akik valamivel többet tettek a településén, mint az átlagos.
gondolom a nagyon népszerű gulyáságyú élesítésére idén is sor fog kerülni. Ez ismét megtörténik. Annyi az előzőekhez képest a változás, hogy a képviselőtestület finanszírozza a gulyáságyú töltelékét, ha így fogalmazhatok, hiszen az alapanyagot ők ajánlották föl, és közel 600 adag babujás készül el. A szakácsok fölkészültek, reméljük. Az alapanyag biztosított lesz, és a tűzforró babujás mindenki számára elérhető lesz a falunapon. Úgy tűnik, a szervezés jó úton halad, már csak jó időre és sok vendégre van szükség, ugye? Hát azt gondolom, hogy valamennyi szervezőnek egyik félelme az, hogyha az idő oly módon szól közben, hogy lehetetlené teszi a rendezvény lebonyolítását. Nagyon sok sátrat állítunk föl, esőtől félünk, a vihartól még jobban. Reméljük, hogy egy kellemes szombati napot tudunk együtt tölteni a település központjában, és reméljük, hogy több száz ember a településről minél többen jönnek el, és hát várunk vendéget természetesen a település határain kívülről is. Most először fog nálunk vendég szerepelni a egyik testvér településünk, Hajdújárás község kultúrcsoportjaiból táncosok lépnek föl, illetve a helyi közösség elnöke is most először vesz részt a falunapi rendezvényen. De természetesen várjuk a borszékieket, hiszen ők is nagyon közel állnak hozzánk. Pár nap múlva megyünk ki a városnapokra, és reméljük, hogy én is vendégül láthatjuk majd őket.